Na, szerbusztok, kedves drága nézőim, kedves emberek, én Oszkár vagyok, és hoztam most nektek egy ilyen kis pofázós videót, vegyes videót, aminek konkrét témája van, méghozzá az egészségemet illetően. Gondok vannak. Gondok vannak. Hát remélhetőleg nem túl nagy gondok ezek. Végülis mind a kettőről tudhattok már, hogyha aktívan követitek a videóimat. Az egyik az egy nyaki-háti kari probléma, de nagyon úgy néz ki, hogy nyaki eredetű. A másik az pedig ugye a sarki eredetű, tehát mind a két sarkamon, hát ilyen sarkantyú-szerű képződmény van, ami gyulladást okoz mind a két sarkamon. Legalábbis nagyon valószínű, ez még nem 100%. A mai nap voltam kórházban, és megröngenezték a nyakamat. Ugye oldalirányból is, akkor ugye háttalálva. Még most várok egyébként a leletre, de sajnos nagyon úgy néz ki, hogy valamiféle, hát nem sérv, valószínűleg még nem sérv, nem nyakisérv, de ilyen nyakisérv kezdeményeződésnek tűnik, sajnos. És hát erre a doktornő nagyon rendes volt, nagyon alaposan megvizsgált, kikérdezett, tehát nem egy felületes vizsgálat volt. Kaptam különböző, hát nem minősül gyógyszernek végül is, tehát ez egy ételkiegészítő, ez a Hial Joint, úgyhogy most ezt fogom szedni, 30 darabos, meg ez a vitamin B komplex, tehát ez is tulajdonképpen táplálékkiegészítő, úgyhogy ha igazából nem gyógyszert így konkrétan nem is írt fel nekem, azt mondja, hogy hát ezek erősítik, meg javítják, hogy a porcokat, csontokat, inakat, izületeket, szóval ilyen jellegű problémákat segíti. Hát mondja, hogy igazából rengeteg vizet kéne inni. Tehát, hogy nagyon sok betegnek javasolja az, hogy vizet inni. És hogy is mondta, hogy egy 60 kilós embernek napi 2,5 liter vizet kell aztán megindia, vagy hát kellene megindia. Na most, mivel én majdnem a duplája vagyok, így majdnem 5 litert kéne meginnom. Tehát ilyen 4,5, de azt mondja, hogy legalább 4 litert, hogyha megiszok egy nap, akkor az már jó. Mert hogy ugye a gerinc oszlop, tehát ahogy vannak a csigolyák, ugye közte vannak ilyen kis barázda, kis szünetrészek, és hát ugye ott a folyadék utánpótlás ahhoz kell, hogy legyen úgymond kenőanyag. Hogyha nincs kellő, elegendő mennyiségű folyadék, akkor a kenőanyag nem tud regenerálódni oda, és akkor hát ilyen kopások, meg elcsúszamlások, meg esetleg még törések is kialakulhatnak. Úgyhogy nagyon örülök, hogy múltkor, amikor voltam shiatsu masszázson, életemben először, egy nagyon jó masszőrhöz mentem, itt Pesten, aki egyben kiropraktőr is, tehát a csontokat is át tudja egy kicsit masszírozgatni, tehát igazgatni, hogyha van rá szükség. És neki is elmondtam, hogy mik a panaszaim, és egy nagyon profi fickó mondta is, hogy hát igen, tehát őben is felmerült ennek a gyanúja, hogy esetleg lehet, hogy valami kezdeményeződés van ott, tehát a nyakamat azt ne nagyon rángassuk, mondta. Úgyhogy mondom, hogy hát oké, egyet értek, azt hiányzik még, hogy nyaktól lefelé lebénuljak. Úgyhogy ezzel küszkörök most, kell mennem, ha minden igaz, sőt, hát eléggé úgy tűnik, sőt, gyakorlatilag 100%-os valószínűséggel gyógytornára is, ami a nyakamat meg a bal karomat illeti. Mert ugye olyan ez a fájdalom, és ezt már mondtam ugye nektek régebben is, hogy így a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es nyaki csigolya környékén kezdődik. Tehát, hogy ott van valami kopás, vagy valami akadás, és ugye hátrafelé hajtom a fejemet, akkor hát onnan kiindulva így a bal karomra így lefelé érzem, hogy elkezd tompul, elkezd zsibbadni. És egészen az ujjaim végig. És ugye az ijesztő számomra, hogy a bal mutató ujjamnak a vége, az már olyan érzéketlenné kezd válni. Ehhez képest
ez csak olyan félig meddig érzem itt a bal oldalon. Szóval érzem meg mindent, csak nem úgy, nem olyan aktívan, mint a másik oldalon. És már egy picit kezd áttérni a középső ujjamra is, és hát ez idegi sérülést a következménye lehet. Szóval ez mindenképpen jó, hogy most elmentem és kiderítettem, és elkezdem szépen az aktív kezelést, mert hogyha ez így maradt volna, akkor lehet, hogy így fél a karom így lebénul, meg minden. A dokinő nagyon rendes volt, tehát tényleg nagyon megvizsgált, meg kell szorítani a kezét, tehát a szorító erőmet is ellenőrizte, akkor mennyire érzem, végsimított így a karomat, hogy ezt érzem egyformán, mind a kettőn egyformán így végsimított, igen, alulról is. Szóval nagyon-nagyon alaposan, hát igen, azt ő is mondta, hogy kövér vagyok. Tehát megállapította, hogy egy nagyon jó izomzatú férfi vagyok, tehát egy erős, tényleg atléta alkat, csak sajnos van rajtam egy durván egy 25-30 kiló felesleg. Hát igen, mondtam, hogy ez nem újdonság, már évek óta próbálom leadni, csak hát nem igazán sikerül, különböző okok miatt. És ajánlott egy készítményt, amit ha állítólag szedek rendszeresen, még akkor is égeti a zsírt, amikor nem csinálok semmit, tehát még alvás közben is. Na most én azért nem akarom mondani a márkáját ennek a készítménynek, mert egyrészt még most rendeltem meg, piszok drága, nem is akarom mondani, hogy mennyi, de majd a lényeg az, hogy most ezt elkezdem majd szedni, 10 napon belül fogják kiküldeni, utánvétesen, és ezzel nagyon durván le lehet fogyni. Tehát, hogyha nagyon odafigyelek, egy 2 hónap alatt 30 kilót simán le lehet adni állítólag. Egy hónap alatt egy olyan 15-20 kiló is simán lemehet vele. Tehát egy ilyen kicsit ilyen, hogy mondjam, csodakapszula feelingje van. Régebben engem óvaintettek attól, hogy ilyet rendeljek, főleg interneten keresztül, tehát ez nem is egy olyan készítmény, amit a sarki közértben lehet venni, vagy a patikában. 3 patikában is voltam, nem is hallottak róla. Tehát ez csak a gyártónak a honlapjáról lehet rendelni. Na, a lényeg az, hogy ha bejön és működik, persze emellett azért az érkezésre is oda fogok figyelni, meg egy picit azért többet fogok mozogni a eddigieknél, tehát nem csak itt testpedni a gép előtt majdnem egész nap, mert nyilván ez is rájátszik a dolgokra. De hogyha ha működik, bejön, és látványos lesz a fogyás, amiről persze majd fogok videót készíteni nektek. Van jelenleg is egy ilyen sorozatom a csatornámon, hogy havonta készítettem egy videót, hogy éppen hol tart a fogyásom, de hát igazából sehol nem tartott, szóval így leadtam 3 kilót, felhíztam, visszahíztam 3 kilót. Szóval így nagyjából stagnált az a 110 kiló környékén. De hogyha ezzel a készítménnyel komoly eredményt érek el, akkor majd bemondom a nevét, és akkor egy picit én is segítek a reklámozásában. De ehhez először eredményt akarok látni. Tehát nyilván most azért nem mondom, hogy fölöslegesen ne generáljak reklámot. Na hát ez az egyik probléma, ami most van. A másik meg ugye hát a lábam, hát azzal is majd megyek a Uzsoki kórházba. Fogalmam sincs, hogy mit fognak vele csinálni, ilyen ultrahangos kezelésről hallottam, hogy azzal a hát ezeket a gyulladt szöveteket is szét lehet verni, és akkor utána már a öngyógyító folyamat be tud indulni, és magától rendbe jön a mindkét láb. Mert hogy ez meg már gyakorlatilag tavaly szeptember óta megvan. Tehát szeptember, október, november, december, január, február, tehát már gyakorlatilag a 6. hónapja. De durván egy fél éve szenvedek azzal, hogy alig bírok járni. Főleg reggelente kikelek az ágyból, úgy megyek ki a mosdóba, hogy mint egy 100 éves ember. Épp, hogy nem a tolókocsit nézem, hogy hol van, hogy üljek már bele, mert egyszerűen úgy fáj a lábam. De borzalmas. És ez is egyik napról a másikra alakult ki. Nem tudom, hogy miért. Jó, biztos, hogy a túlsúlyjal ez is összefügg. Tehát, hogyha most egy 30 kilóval vékonyabb lennék így hirtelen, akkor lehet, hogy már rég rendbe jött volna. Egyébként javuló stádiumban van, szóval lehet, hogy mire a kórházba jutok, addigra rendbe jön magától, de mindegy, hát nem valószínű, hogy teljesen rendbe jön addig. Hát szóval járok oda is, meg ide is, meg amoda is, ősvezérterére is,
mindenhova. Na most csak azért akartam ezt így elmondani nektek, mert lehet, hogy ez most egy kicsit ilyen ziláltabbá teszi a mindennapjaimat, és picit kevesebb lesz a videó, de én az igyekszek arra, hogy mindig szakítsak időt rátok, update-elődjetek. Szóval nem fogom hanyagolni a videózást, csak azért mondom ezt, hogy tudjátok azt, hogy van itt a háttérben azért ilyen dolog is most nekem a kis életemben. Hát még vannak egyéb problémák is, de most arról nem is akarok beszélni, mert az nem igazából, hát velem kapcsolatos, de közvetetten, szóval mindegy, arról majd a későbbiekben lehet, hogy beszélek. Szóval nem egyszerű most az életem, maradjunk annyiban. Egyébként annyira nem vagyok rosszul, tehát a közérzetem az jó, vannak terveim, a játékfejlesztést azt csinálom spesszel, hát változó intenzitással. Én most például a mappingolásban nagyon brászáltam, szóval most minden nap szerkeztem a pályát. Nem tudom, mennyit mondhatok el az egészből, nem akarok most itt részletekben lenni. A lényeg az, hogy minden nap foglalkozunk vele, és lépésről lépésre arra szólva haladunk előre. Hát igen, egy játékfejlesztés az nagyon-nagyon durva dolog, nagyon nehéz, bonyolult, és vannak engine limitációk, és stb. Stb. És így, ja. Na, de köszönöm mindenkinek, aki velem tart, aki feliratkozott a csatornámra, itt van velem, nézi a videóimat, a tartalmaimat. Én azért tényleg igyekszek majd így a elkövetkezendő években, hogyha már egy picit úgy jobban egyenesbe jövök önmagammal. Meg hát, hogyha most már a világ is azért kialakul, nem lesz ez a, elmegy ez a járvány, nemzetközi politikai helyzet is rendeződik, meg hát, hogyha nem lesz világvége, és akkor majd egy kicsit még fogom update-elni a csatornámat, szóval lesznek itt még jó dolgok, nem csak végigjátszások tekintetében, hanem vannak konkrét műsorterveim is, csak ehhez már, mondom, kiegyensúlyozottabban kéne léteznem. Na de köszönöm, hogy velem voltatok, a Patreon támogatóimnak nagyon-nagyon hálás vagyok, tehát anyagi szempontból a YouTube számomra még soha nem hozott ennyit a konyhára, mint most, és ezt kizárólag a Patreon támogatóimnak köszönhetem. Hát meg ami még innen-onnan befolyik, ugye, a YouTube reklámok révén, meg még mindig vannak emberek, akik mondjuk utóbbi két hétben nem néztem, de szóval még amikor legutoljára néztem, akkor voltak emberek, akik csatlakozva voltak a csatornámhoz. Őket buzdítom arra, hogy csatlakozzanak le a csatornámról, mert igazából semmi plusszal nem jár, hogy be vannak csatlakozva, és inkább a Patreonon keresztül támogassanak. Tehát annak sokkal több értelme van. Tehát új bónuszokhoz is juttak hozzája fele. Na jó, köszönöm szépen, nem akarom húzni az időtöket. Ennyit szerettem volna mondani. Tengermély tisztelettel és boldogsággal és szeretetteljes tekintettel az orcámon. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, erőt és egészséget!